December 29. Felelt Jézus és mondta: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. János evangéliuma 3. fejezet, 3. és 8. vers. A keresztény élet nem a régi élet megjavításából áll. Az ember természetének teljesen át kell alakulnia. Meg kell ölni az ént és a bűnt. Ennek nyomán pedig új életnek kell fakadnia. Ezt az átalakulást azonban csak a Szentlélek hathatós munkája hozhatja létre. A szél zúgása a levelek és virágok zizegésében hallható a fák ágai között, de maga a szél láthatatlan. Senki sem tudja, hogy honnan jön és hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája is az emberi szívben. Ez a lelki folyamat épp oly kevéssé magyarázható meg, mint a szél zúgása. Van, aki egyáltalán nem tudja meghatározni megtérése pontos idejét, helyét. Amilyen láthatatlanul hozza létre az Úr a szél mozgását, épp olyan láthatatlanul gyakorol állandó hatást az emberi szívre is. Egyesek lelkében, néha teljesen öntudatlanul, lassan-lassan olyan benyomások keletkeznek, amelyek Krisztushoz vonzák őket. Ezeket a tapasztalatokat a lélek rendszerint az elmélkedés, a Szentírás olvasása vagy Isten igéjének hallása által nyeri. Amikor azután az isteni befolyás mind erősebb és közvetlenebb lesz, a lélek végül hirtelen és örömmel adja át magát Istennek. Sokan ezt hirtelen megtérésnek nevezik, pedig valójában Isten lelke hosszú és türelmes munkálkodásának következménye. A szél maga láthatatlan, de hatásai láthatók és érezhetők. Így nyilatkozik meg a Szentlélek munkája is a megtért lélek minden cselekedetében. A harag, az irigység és a civakodás helyébe szeretet, alázatosság és béke lép. A szomorúság örömre változik. Az ember tekintete pedig a menny fényességét tükrözi vissza. Jézus élete, Nikodémus című fejezetből.